Most még ez a tábla és ez a látvány fogadja Tiszalökön a Honvéd úti sportpálya bejáratához érkezőket, de már nem sokáig, mivel a kivitelező hivatalosan is elkezdte a sportkomplexum felújítását, illetve bővítését. Ez Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere jelentette be a sportpályán tartó sajtótájékoztatón, ahol elmondta, nem csak a futballpálya gyepszőnyege újul meg, hanem annak teljes környezete is. Ez a forrás, ez a úgynevezett top plusztos pályázati forrás, ami Európai Uniós pénz, zárójelben megjegyzem, a magyar kormány hazai forrásból előlegezte meg. 500 millió forintot nyertünk, amiben az előkészítés, a tervezés, az engedélyeztetés és minden más benne van, és nyilvánvaló maga a kivitelezés, mélyépítési, magasépítési része Tetszuzámen. És ez a terület most lett átadva a hétfői nappal emlékeim szerint a kivitelezőnek, aki már elkezdte a régi öltözőnek a bontását, és 6 hónapja van rá, hogy ezt befejezze. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, hogy milyen tél vár ránk, milyen akadályok jönnek, de elméletileg jövő tavasszal ez a komplexum kész lesz. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a választókörzetében Nyírtelek, Ibrány és Tiszavasvári mellett Tiszalök is jól pályázott az elmúlt években Európai Uniós forrásokra. A képviselő hangsúlyozta, a sportkomplexum kiépítése nem csak a sportolókat, hanem a lakosságot is szolgálni fogja. Talán a tiszalöki lakosok, polgárok is azt mondják, hogy ha van ilyen infrastruktúra, akkor kijövök futni, és teszek az egészségemért, ami lehet, hogy egy egyéni program, de való társadalmi szinten is megjelenik, mert nem lesz annyi ember beteg, és akkor a munkaerőpiacról nem hiányoznak, illetve a versenysport is profitálhat ebből, hiszen itt Tiszalökön, akár a labdarúgásra, kézilabdára gondolok, nagyon komoly hagyományai vannak a csapatjátékoknak. Cserés Csaba, a Tiszalöki Városi Sport Egyesület elnöke úgy fogalmazott, egyesületük fennállása óta az egyik legjobb szezonját zárta. Két szakosztály működik 10 éve, kézilabda és futball. A kézilabdában kizárólag női kézilabda és fiú foci. Mind a két szakosztályban 5 utánpótlás csapatunk van, akik bajnokságban versenyeznek, és van egy felnőtt megyei másodosztályú futballcsapatunk és annak egy U19-es ifi csapata. Így tevődik ez össze, és évek óta, ha nézzük az elért eredményeket, akkor bajnokok lettünk az utánpótlás fiú csapattal, U19-es csapattal, és második helyezést értünk el a felnőtt futballcsapattal. A lánykézink 8 éve indult el az utánpótlás kézi csapat, már most 4 csapattal plusz egy kicsi félig nevezzük csapatnak, még tímmel megyünk, és itt is a legeredményesebbek voltunk, ugyanis ebben az évben 2 korosztályban is megyei döntőn keresztül országos döntőbe jutottunk, plusz országos döntőbe kerültünk strandkézilabdában is. A tervek szerint jövő tavasszal már egy új, részben nyitott, részben fedett lelátó várja a közönséget a futballpálya mellett, amely körül egy futópályát is kialakítanak majd. A régi öltözőt lebontják, a helyére új, korszerű épület kerül. Ezek mellett streetball és korcsolya pálya, okospadok, szalonnasütőhely, 2 faszerkezetű filagória, valamint a gyerekek számára készülő mászótorony is várja majd a szabad levegőre vágyókat.